Ez egy sima háborús helyzetet tudna teremteni a tökéletes lecsó. Imádok megenni bármit. Városkolbász, debreceni. 20 éve már, hogy elindult az RTL Klubon a Barátok Köz című sorozat, és azóta is töretlen népszerűségnek örvend. Ezt meghálálandó a kedves nézőknek, a sorozat alkotói elkészítettek egy könyvet, amely maradandó értéket képviselve ott lehet majd mindenkinek a könyves polcán vagy a konyhájában. A Sülve Főve című szakácskönyv bemutatóján jártunk. A Barátok Köz ugye több mint 20 éves entitás, tehát azért már egy komoly dolog, és azt is tudjuk, hogy most már generációk akik ugye rajonganak ezért a sorozatért és követik, tehát úgy gondoltuk, hogy megérdemelnének valami egy ilyen tárgyat, ami ugyanakkor azt gondolom, hogy nagyon hasznos tárgy. A szakácskönyvben a sztárok szívüknek kedves receptjeiket osztották meg az olvasókkal, amelyeket ezen a sajtótájékoztatón a sajtó munkatársai el is készítettek. Mi Bátyai Évi csapatával voltunk, és a kolbászos lecsót próbáltuk meg a művésznővel koprodukcióban elkészíteni. Szerintünk elég jól sikerült. Nagyon jó lesz. Én azért választottam ezt a receptet, mert nálunk ez egy ilyen családi étel. Én is tudok lecsót főzni, meg nagyon szeretek is lecsót főzni, bár én szoktam beletenni cukkinit egy csomószor, viszont a férjem is nagyon jó lecsót főz. Valamennyire ő is tud főzni, de azért annyira nem szeret, viszont a lecsót azt nem engedi ki a kezéből. És van egy-két családi trükk, amit esetleg bele tettél, amit mondjuk ilyen át tudtál verni? Szerintem a mardülőre jutottunk, bár számomra új volt ez a tojás. Végén, hogy nem csak úgy beleütögetem, aztán megkavarom, hanem szinte, amikor már készen van a lecsó, akkor csinálok egy pici fészket, és így abba belepottyantom, és meg budjantom gyakorlatilag. Ez nekem nagyon új volt, és nagyon tetszik, hogy ki is fogom így próbálni, hogyha ki tudom magamnak követelni, attól, hogy most hadd csináljam én a lecsót végre újra. Ez isteni kép egyébként, igen. Só! Ez lett az. Igen. Miért pont a paprikás krumpli? Hát azt elég gyakran csinálok, szeretem is, egyszerű is, és hát ezek a tábori körülmények, ahogy fogalmazott a Pierre, ezek között is meg lehet csinálni. Gyakran főzöl? Ja, nem. Ha neki látok, akkor megpróbálok alapos lenni, tehát az elérni azokat az ízeket, amikkel a nejem nagyon szeretem, amikor én főzöm. Hányat főzöl ebben a szakácskönyvben? Egy zöldséges hallevest és egy sajtortát. A zöldséges halleves az azért került be a könyvbe, mert én nagyon sok időt töltöttem a horvát tengerparton gyerekkoromban, és kishajóban éltünk, és az ottani konyha az így beszivárgott a családi receptárba. Egyik nap egy lakatlan szigeten kötünk ki, a másik nap a nagyvárosi forgatagban, és hónapokig tart a nyári szünidő, és olyan csoki barnán jövünk haza, hogy hihetetlen. Akinek kedve támadna esetleg a lecsónkat elkészíteni, annak ajánljuk figyelmébe Vajda Pierre-nek, a könyv kreatív producerének szakmai tanácsait. Ez érzéki dolog, ez ilyen szexi, és ez nem véletlen, ez a kettő összefügg. Én azt szoktam csinálni, hogy akár a kolbászt is, meg a szalonnát is még külön lepirítjuk. És amikor elkészül ez a lecsó, ugye, ami egy ilyen szaftos étel, amiben azt gondolom, hogy a zöld paprikának kell, mondjuk arányában annak kell több lenni, és hogy az legyen res. Én például leszoktam még egy kicsit pirítani előtte, tehát hogy legyen egy ilyen kis füstös íze, és ugye akkor az a paradicsom szószban kvázi az ott ugye beleázik. A végén meg lehet szórni, vagy hogy mondjam, rá lehet tenni ezeket a ropogós elemeket, ugye akár a szalonnát, meg a kolbászt, és akkor minden együtt van, de külön-külön lehet élvezni ezeket egyrészt ízben is, meg állagban is ezt a ropogósságot. A tojást is akkor élvezem igazából, hogyha a sárgája nem készül el teljesen, hanem egy ilyen gyönyörű sejmes, folyós, krémes dolog marad belőle, és akkor azt, amikor esszük, akkor azt itt érdemes így egy kicsit így megvágni, és így kifolyik belőle ez a gyönyörű sárgája.